Különleges betegségek kutatása, emberi szervek, szövetek, 3D-s nyomtatása. Többek között ilyen kutatásokat végeznek a Pécsi Egyetem kutatóközpontjában. Ezekhez is csatlakozhatnak külföldi partnerek mostantól. Ha egy holland egyetemnek ez a témájába vág, akkor rájelentkezik a Pécsi Egyetem technológiai profiljára. Ebből várunk mi olyan fejlesztéseket, nem rövid távon, ezek 1-3-5 éves projektek, amik a helyi gazdaságnak, az egyetemnek, a Szent Ágostoni Kutatóközpontnak munkát, bevételt és kiterjesztett együttműködéseket jelenthetnek. 50 úgynevezett technológiai profilt készített a helyi iparkamara a Pécsi Tudományegyetemnek. Ezekben az itt folyó kutatásokról, fejlesztésekről számolnak be. Ez bekerült egy nemzetközi üzleti partnerkereső adatbázisba, ami 50 országban elérhető. Ezeknek a technológiai profiloknak a 80%-a egészségipari, viszont hála Isten a műszaki karról is nagyon sok a mérnöki tudományokkal, a gépészeti tudományokkal, a környezetiparral kapcsolatosan jöttek be profilok, úgyhogy ez az a 2-3 téma, környezetipar, gépipar, egészségipar, amiben a Pécsi Tudományegyetem ENS kamarai technológiai profiljai megjelentek és elindulnak. A témák, illetve az ezekhez kapcsolódó kulcsszavak, fogalmak beírásával lehet keresni a nemzetközi adatbázisban. Az egyetem és a helyi iparkamara együttműködésének célja, hogy a kutatásokból, ha kell nemzetközi partnerek bevonásával, piacképes termékeket fejlesztenek, így adva munkát, bevételt a helyi cégeknek, illetve a Pécsi Tudományegyetemnek.